Idén is megrendezésre került a botrányos arckiállítás. Gyalázatos, hogy Új Buda helyet biztosít az ilyesfajta gyűlölködő, kirekesztő propagandának. A DK vezetésű önkormányzat idén is 10 millió forinttal támogatta a kiállítást, melyet a válság küszöbén inkább a lakosságra kellene fordítania. De mit is vár az ember a másságával kérkedő Barabás Rihártól, kinek személyes küldetése, hogy a 11. kerület otthont adjon az LMBTQP propaganda fesztiváljának. A mögöttem látható ábra is nem más, mint a homoszexuálisok által kreált provokáció. Ezzel az ábrával csak nem 400 ezer jóérzésű embert sértettek meg. Az ilyesfajta támadás nem marad válasz nélkül. A Mi Hazánk mozgalom elutasítja az LMBTQP propagandát, és inkább azt javasolja a közösségüknek, hogy foglalkozzanak a sajátjaikkal. Ne utasítsanak senkit az elfogadásra, míg saját magukat nem tudják elfogadni. Közismert ugyan, hogy a transzneműek 41%-a kísérel meg öngyilkosságot. Emiatt nem is csoda, hogy inkább az Egyesült Államokat tekintik otthonuknak, hazájuknak, és nem Magyarországot. Hagyják abba ezt a család ellenes politikát!